A legnépszerűbb támadások bennünket itt az utcán érnek, és a legjellemzőbbek a táskalopások, nyaklánckitépések, és jó lenne, hogyha erre mi is fel tudnánk készülni, nem csak a bűnözők. Sajnos körülbelül 2 hete a 181-es buszon utaztam, és a váltáskámból kivették az aznap felvett személy kölcsönömet, ami 150 000 forint volt, és most fizethetem 3 éven keresztül. Úgyhogy nagyon megtanultam, hogy hogyan kell viselni a táskát a vállon, mert úgy volt fordítva a táskám, hogy nyit a zárja kifelé állt. Ebből az a tanulság, hogy a táskát mindig befelé fordítva kell hordani, mert nagyon könnyen hozzá tudnak férni. Én csak annyit éreztem, hogy meglöknek, és azért tömeg volt a buszon, meglöknek, odébe próbáltam állni, és ennek következtében gondolom én, utólag következtetve, hogy többen dolgoznak, hogy az egyik meglöki az embert, a másik meg már dolgozik. És csak akkor vettem észre már, amikor hazaértem, és döbbentem rá, hogy mi történt. Az 51-es villamoson utazván el voltam gondolkozva. A Kén utca és az Illatos út közötti megállóban arra lettem figyelmes, hogy mielőtt csukodott volna az ajtó, valaki belékap a nyakamba, és kitépi a 2 nyakláncot, és a 2 medál, ami rajta volt. Kirabolták, kifosztották, kitépték a nyakláncát, táskáját. Nap mint nap ezt halljuk, és sajnos velünk is megtörténhet abban a pillanatban, amikor egyáltalán nem számítunk rá, hiszen a bűnözők pont erre várnak, hogy mikor nem figyelünk értékünkre. A következő jelenetben azt mutatjuk be, hogyan válhatunk azonnal lopás áldozatává. Nézzük meg, hogy mi történt pontosan. A leparkolt vezető egy pillanatra hagyta őrizetlenül a táskáját a gépkocsi a tetején, amit a rutinos tolvaj azonnal kifigyelt, majd elfutott vele. A képen látható járókelő valószínűleg szemtanúja az esetnek, de nem segít áldozatunknak, sőt érdektelenül tovább halad. Ha van rá lehetőségünk, azonnal értesítsük a rendőrséget, és közben figyeljük, merre szaladt az elkövető. A hatóság munkája innentől nagyban függ attól, mennyi információt közlünk a támadóról. Figyeljük meg, milyen ruházatot visel, a testalkatát, bőre, szeme, haja színét, visel-e tetoválást, és természetesen, hogy milyen irányba futott értékünkkel. Egy másik eset, amikor telefonálás közben nem koncentrálunk értékünkre, ami a bűnözőnek is feltűnik.
A tolvajnál figyelemfelkeltő lehet még a ráillő személyleírás kíséretében, hogy feltűnően kutatja a táskát, hiszen neki csak a pénzre van szüksége belőle, a többitől azonnal meg akar szabadulni. Ha már áldozattá váltunk, a rendőrök sokkal hamarabb el tudják kapni támadónkat, ha mi minél pontosabb információkkal, azaz pontos személyleírással szolgáljuk őket. Ne adjunk esélyt a bűnözőknek! De az Isten áldjon önnek, hogy az én fiam nincs.